Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Mindenki karácsonyfája, már áll a 14 méteres tucfenyő a Széchenyi téren. Használt a pihenő, nyert a Peac a Cegléd ellen. A technika és a lelkesedés a régi, veterán labdarúgók találkoztak a hétvégén Pécsett. Megkezdődött a szivárgó kisnyomású gázvezeték javítása az Apáca utcában. A munkálatok várható befejezése november 30-a. Ez idő alatt átmenetileg változik a forgalmi rend. Az Apáca utca heterszem előtti terület lezárása miatt az utcából a Ciszterci közön át a Széchenyi tér Janus Pannonius utcán lehet kihajtani. A Vörösmarty utca Apáca utca kereszteződésében keleti irányba tilos lesz a behajtás az Apáca utcába. Az útfelbontással járó munkálatok időtartama alatt gázszünet nem lesz, a szolgáltatás a megszokott módon vehető igénybe. Csaknem 14 méter magas lucfenyő lett az idei mindenki karácsonyfája Pécsett. A hagyományokhoz híven az önkéntesen felajánlott karácsonyfa január 6-áig vízkereszték díszíti a Széchenyi teret. Hétfő délelőtt valamivel 9:30 után már a Széchenyi téren előkészített helyen magasodott a fóóriás, amely az adventi időszaktól a karácsonyi ünnepkör végéig lesz mindenki karácsonyfája Pécsett. A fát Kocsis István ajánlotta fel, aki mintegy 20 éve ültette a facsemetét. A Biokom szakemberei a reggeli órákban szállították a fát a budai városrészről a belvárosba. A felajánlások már megérkeznek nagyjából a nyár folyamán. Összesítjük őket, és nagyjából szeptember második felében végigjárjuk és zsűrizzük őket, ha lehet így mondani. Nem csak attól függ, hogy mennyire szép a fa, hanem hogy mennyire megoldható a kitermelése, az elhozatala is. Sok esetben a szállítóautó nem tud befordulni az utcába, vagy a daru az ott lévő különböző légvezetékek miatt nem tud megfelelően dolgozni. A fa díszítése már hétfőn megkezdődött. A fenyőre fehér izzósor és fehér, illetve ezüstszínű díszek kerülnek. A karácsonyfát összesen mintegy 250 csillag és hópehely díszíti idén. Minden évben törekszünk egy picit szebbet, jobbat, nagyobbat produkálni. Hát itt a nagyság tekintetében talán nem döntögetünk csúcsokat, de viszont egy nagyon szép kis formás fáról van szó, ezt most már több oldalról is hallottam. Úgyhogy megpróbáljuk igen szépen feldíszíteni. Ma délután már a fényfüzérek fölkerülnek rá, és holnap pedig a többi karácsonyfadíszt is feltesszük. A városban összesen 3 mindenki karácsonyfáját állítottak fel. A Széchenyi tér mellett Uránváros főterén és a nevelési központ melletti sétányon is feldíszített fenyő várja az ünnepet. Nyílt napot tartottak a Pécsi Tudományegyetem gyógyszertudományi és általános orvostudományi karán. A programban szakmai előadók és egyetemi tanárok prezentációin vehettek részt az érdeklődők. A leendő hallgatók megismerhették a karok nyújtotta lehetőségeket és képzéseket, egyebek mellett informálódhattak a keresztfél éves jelentkezésről, a szakok követelményeiről, valamint a kollégiumi tagság igényléséről. És most sport. 2 hetes válogatott szünet után ismét női kosárlabda mérkőzésen szurkolhattak a pécsiek pénteken. A Peac újult erővel próbált javítani eddigi mérlegén, ezúttal a Cegléd csapatát fogadták a Lauber Dezső sportcsarnokban. A Peac több játékosa is válogatott meccset játszott az elmúlt 2 hétben. A többiek azonban zavartalanul készülhettek a soron következő bajnoki mérkőzésükre. Ennek meg is lett az eredménye, ugyanis a szezonban először nem jelentkeztek a fáradtság jelei a Peac játékosain. A mérkőzés elejétől a lefújásig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak, és győztesen hagyták el a pályát. Nyilván ez a győzelem most nagyon felszabadító érzés, mert ugye nagyon rossz sorozatban voltunk. Most volt egy kis szünetünk, össze tudtuk magunkat kicsit szedni fejben, és ez azt gondolom, hogy látszott is a mérkőzésnél, csapatként tudtunk játszani, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy tudtunk nyerni. A Peac csapatkapitánya szerint egy ilyen mérkőzés nagyon fontos a csapat szempontjából, és segíthet kimászni a gödörből, ahonnan régóta nem tud kilábalni a csapat. Most éreztem azt a csapatban, hogy igazán tényleg csapatként együtt játszottunk, biztattuk egymást. Egy pillanatra sem adtuk fel, és vissza tudtunk jönni ott 7 pontról is, úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat fog segíteni nekünk a jövőben. A Peac a meccs nagy részében dominált, csak rövid időre engedtek ki a kezdeményezést kezei közül. A Cegléd a második negyedben tudott felülkerekedni, azonban akkor is inkább a szerencse állt át a vendégek oldalára. Meszlényi Róbert, a hazai csapat vezetőedzője elégedett volt a látottakkal, a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón szót ejtett a Jura Cup és a bajnokság közti egyensúlyról is. Én azt gondolom, olyan erős csoportban vagyunk,
hogy igazából rossz ezt kimondani, de esélyünk nincsen meccset nyerni ezek ellen a csapatok ellen. Próbáljuk ezeket a meccseket arra felhasználni, hogy építkezzünk. Építsük a csapatot, és amikor jönnek azok a mérkőzések, mint például ugye itt ez a Cegléd, vagy olyan meccs, amit meg kell, hogy nyerjünk, arra próbálunk készülni. Meszlenyi Róbert csapata 70-62 arányban győzött a Cegléd ellen. Jól sikerült át a főpróba a Eurocup előtt. A Pels legközelebb november 27-én lép pályára a francia Landő ellen idegenben. Bár a tempó már egy kicsit megkopott, de azért a technika és a lelkesedés megmaradt, veterán labdarúgók találkoztak a hétvégén Pécsett, a hadcsapatos tornára még a határon túlról is jelentkeztek játékosok. Az eseménynek a PVSK új csarnoka adott otthont. Az idén 100 éves pécsi vasutas sportkör egyik fontos centenáriumi eseménye volt az a hadcsapatos nemzetközi veterán teremlabdarúgó torna, amelyet a hétvégén a PVSK Verseny utcai új csarnokában rendeztek. A házigazdák mellett a PMSC, a Komlói Bányász, az Eszéki Magyar Intézet, valamint Szlovákiából a Mátyúsföld Csallóköz és Szlovéniából a Lendva FC csapatai léptek pályára. A nagyszerű klubok szervezésében és nagyszerű rendezésében ma egy olyan tornán fogunk részt venni, ahol élvezhetjük a játékot, mert a mi szlogenünk és a mi jelszavunk az, hogy egy életen át kell játszani. Az esemény megnyitóján ott volt Pécs polgármestere Péterfi Attila is, aki elmondta, hogy minden pécsi ember támogat abban, hogy sportoljon, hiszen az egészség a legfontosabb. A veteránoknak külön tisztelem azt, hogy a koruk mellett ekkora vehemenciával, ekkora életerővel űzik tovább ezt a sportot, és szerintem nagyon sokuk példát ad a gyerekeinknek az utánpótlásnak, éppen ezért nagyon fontosnak tartom ezt. A mérkőzéseken látszott, hogy így 60 felett a mozgás már kicsit lelassult, de a labdarúgás szeretetem és a lelkesedés még a régi reflexek szerint működik. Mindig felemelés, mindig nagyon jó érzés, több évtizede ismerjük egymást, úgyhogy mindenkit jól ismerik az összes csapat közül. Bár nem ez volt a legfontosabb, de azért természetesen hirdettek eredményt a nap végén. A PMSC lett a legjobb csapat, a második helyen a Csallóköz végzett, míg a harmadik az Eszék gárdája lett. Több mint 200 versenyző képviseltette magát az országos egyéni és páros kötélugró bajnokságon. Idén második alkalommal szervezték Pécsett a rangos versenyt, ahol egészen gyermekkortól a felnőttekig a legkülönfélébb korosztályok is bizonyíthattak. Az akrobatikus és technikás látványelemekből nem volt hiány. A különböző versenyszámokat és a fordulatos párharcokat bárki ingyenesen megtekinthette. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Mindenki karácsonyfája, már áll a 14 méteres lucfenyő a Széchenyi téren. Használt a pihenő, nyert a Peac a Cegléd ellen. A technika és a lelkesedés a régi, veterán labdarúgók találkoztak a hétvégén Pécsett. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Hétfőn késő estére 7 fokig hűl le a levegő hőmérséklete Pécsett, kedden is párásan, ködösen indul a nap, ismét több helyen lehet gyenge fagy. Napközben erősen felhős, borult időre van kilátás, néhol gyenge szitálás előfordulhat, a szél nem lesz jelentős, kora délután 11 fokot mérhetünk városunkban. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!